Sziasztok, Bianca vagyok, a Kovász Tündér. Üdvözöllek titeket a csatornámon. Első körben szeretném leszögezni, hogy nem vagyok fék, a sütés a hobbim. Szakmáimat tekintve műkörmös és bartender vagyok, de jelenleg nem ezekben dolgozom, hanem vállalkozó vagyok. Szezonális lakásdekorációkat, adventi koszorúkat, kopogtatókat készítek, és kézműves szójagyártyákat öntök időm legnagyobb részében. De hogy indult a Kovász Tündér? Nos, körülbelül 1995-ben, 3 éves koromban, mikor a nagymamámmal együtt gyúrtam a tésztát. A mamám mindig mindent a két kezével készít, körülbelül 70 éve süt, főz gyerekkorától kezdve, így volt kitől tanulni, bár olyan profi sosem leszek, mint ő, de szeretettel sütök, ahogy ő is. Ő a legnagyobb példaképem. Pár éve még azt sem tudtam, hogy mi az a szakajtó, szóval nagyon az alapoktól indultam. A kovászomat Szabi a Pék kovásznevelős videói alapján kezdtem el nevelni, és az első kovászos kenyér sütésem meg is hozta azt a sikerélményt, ami miatt teljesen kovászfüggő lettem. Természetesen van nekem is bőven hova fejlődni, rengeteg célom van még. Köztük a legnagyobb, hogy fiatalok is kezdjenek bele a kovásznevelésbe, hogy ez a csodálatos dolog, ami több ezer éve az életünk része, ne vesszen ki az idősebb korosztállyal, hanem vigyük tovább, és lássuk meg, hogy mennyi mindent el lehet otthon készíteni, sokkal finomabban és egészségesebben a bolti készáruknál. Minden héten többször is sütök a családnak kovászos kenyeret, különböző kovászos péksüteményeket és kovászos sós péktermékeket. Sok száz kiló lisztet sütöttem már el, alaposan utána jártam az alapdolgoktól kezdve, a búza, lisztfajtáktól, a kovász működésén keresztül mindennek. Ezeket szeretném egyszerűen, érthetően átadni a kezdők számára. Ezért jött létre ez a YouTube csatorna. Nem csak kovászos videók lesznek, hanem minden otthon könnyen elkészíthető dolog, lekvárbefőzéstől kezdve, házi chipsen át, az egyszerű süteményekig, minden, ami házi, és természetesen minden, ami kovászos. Hétről hétre próbálok új videóval készülni, ha titeket is érdekelnek a könnyen elkészíthető receptek, tartsatok velem, és iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. A kis csengő ikont bekapcsolva fogtok értesítőt kapni, amint kerül fel új videó. Nagyon köszönöm, ha Patreonon támogattok, aki támogat, annak köszönetem jeléül küldök postán szárítva papírzacskóba a kovászomból. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis bemutatkozó videót, a kovász legyen veletek! Sziasztok!